Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, remélem jól vagytok. Ezen a felvételen mutatok egy titkot, mégpedig üzenetet a Bibliából. Hogyan jutottam el ehhez a forráshoz? Az anyukám 2002-ben halt meg, a Biblia, a hitem, a jó Isten segített nekem. Ezért hálás is vagyok. Akkor jutott eszembe egy ötlet. Fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, valahogy kerestem a kapcsolatot az égi hatalommal, és láttam, hogy a nyaklánc kimozdul, mint egy inga bizonyos szavaknál, mondatoknál. És így alakult ki ez a kommunikáció. Ha gondolod, kinyitom a Bibliát számodra, és egy személyes üzenet, mint egy energiai Ausgleich, ez 4000 forint. És most megnézzük az aktuális üzenetet. Van egy férfi a közeledben, eddig eltitkolt valamit, de most elmondja a titkait. Egy nő is van a környezetedben, és ez a nő ártatlan. Beszélni fogtok egymással. Akármi történik a környezetedben, ne légy áldozat, hanem éld a napjaidat, mert ott van a feladatod. Aktív leszel, és lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, ami lelkesíteni fog tégedet. Nagyon sok a munkád, szorgalmas vagy, de azért ügyelj arra is, hogy kipihend magadat. Van valaki a környezetedben, ott, ahol élsz, ahol a lakhelyed van, és ez a személy segíteni fog neked. Hamarosan lesz egy fontos beszélgetés, találkozás, lesznek tervek, sőt, várható egy szerződés is.
Éld a napot, mert ott van a feladatod. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!